Jó estét kívánok! A Filharmónia Magyarország vezetősége és munkatársai nevében is köszöntöm kedves közönségünket itt a Zeneakadémia nagytermében, és köszöntöm online nézőinket, valamint a Bartók Rádió hallgatóit. Bece Szilvia vagyok, a rádió műsorvezetője, és a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny háziasszonya. A mai este a Koncertó Budapest hangversenye is a verseny rendezvényeinek része, hiszen a zenekar mai kiváló szólistája, a zongoraverseny egyik zsűri tagja. Mielőtt felcsendülne a zene, engedjék meg, hogy felhívjam figyelmüket a szombatesti döntőre és a vasárnapi díjátadó gálára. Mindkettő 19 órakor kezdődik majd itt a Zeneakadémia nagytermében, nagyszerű fiatal zongoraművészek közreműködésével. A mai koncerten pedig Liszt és Csajkovszki művei között Rachmaninov második zongoraversenyét halljuk, amelynek szólistája Olga Kern lesz, aki 2001-ben kápráztatta el először a világot, amikor ugyancsak Rachmaninov darabjával, de akkor a harmadik zongoraversennyel megnyerte a világ egyik legnagyobb megmérettetését, a Van Cliburn zongoraversenyt. Good evening, ladies and gentlemen, and thank you for being here at the Franz Liszt Academy of Music, and also welcome to our online audience and to the listeners on Bartók Radio. My name is Sylvia Bece, the hostess of tonight and the Franz Liszt International Piano Competition. Tonight's event is also part of the competition, as the soloist of the Concerto Budapest is one of the members of the judging panel. Please let me direct your attention to the next events of the competition. We would like to invite you to the final round on Saturday and the award ceremony and closing concert on Sunday. Both are going to start at 7 p.m. And tonight, besides two masterpieces of Liszt and Tchaikovsky, we are going to listen to the second piano concerto by Sergei Rachmaninov with Olga Kern as soloist. She has fascinated the piano world in 2001 when she won the Van Cliburn competition with the third Rachmaninov concerto. But today, first, as opening piece, we are going to listen to the two episodes from Leno's Faust by Franz Liszt. Ladies and gentlemen, please welcome the Concerto Budapest with artistic director-conductor András Keller. Kedves közönségünk, mielőtt Olga Kern színpadra lép, kezdjük a koncertet Liszt Ferenc zenéjével, és hallgassuk a két epizód Lénau Faustjából című művet. Már is színpadon a Concerto Budapest, és csatlakozik Keller András, művészeti vezető karmester. Szép estét kívánok!
Thank you.
Ez volt Liszt Ferenc két epizód Lénau Faustjából című műve a Concerto Budapest előadásában Keller András vezényletével, és ugye a két tétel első darabja az Éj menet, a másik pedig a Tánc a falusi kocsmában, bár utóbbit sokkal inkább első Mephisztó keringőként ismerjük, és ahogyan Kró György egy tanulmányában megjegyezte, valószínűleg nem az először elkészült zenekari formájában, hanem vélhetően az egyidejűleg, vagy valamivel később írott szóló zongora darabok formájában terjedt el, leginkább ez a Mephisztó keringő. És ugye Lénau, vagyis nem Goethe, hanem Nikolaus Lénau tollából származik az a Faust, amely hatással volt Liszt Ferencre, és amiből megszületett ez a két epizód. Ezzel nyitott a hangversenyét a Concerto Budapest a Zeneakadémia nagytermében, amely, ahogyan már elmondtam, a Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny része, hiszen az az orosz származású Amerikában élő művésznő, aki nem sokára színpadra lép, az egyik zsűritag, a egyébként is kiváló zsűriben, akik ítélkeznek a fiatal zongoraművészek fölött, és éppen a koncert előtt beszélgettem a zsűri elnökével, Olli Mustonen finn zongoraművésszel, aki elmondta, hogy borzasztó nehéz dolga van a zsűrinek, mert nagyszerű fiatal művészeket hallanak fordulóról fordulóra, úgyhogy aki kíváncsi, érdemes a továbbiakban is figyelemmel követni a versenyt, hiszen van még bőven, holnap este például ugyancsak itt a Zeneakadémia nagytermében 6-szor hallgathatja meg mind a zsűri, mind a közönség Liszt Ferenc Hámor szonátáját, hiszen ez lesz az elődöntő, egyetlen kötelező darabja, amelyet eljátszanak majd a fiatalok. De most térjünk vissza arra, ami a ma estén történik, és egy pici szünet most arra szükségeltetik ugye itt a Zeneakadémia nagytermében, hogy egy picit átrendezzék a zenekart, és a mélyből kiemeljék a zongorát, hogy aztán Olga Kern művész nő mellé ülhessen és eljátszhassa nekünk Rachmaninov második C-moll zongora versenyét. Ez a darab több szempontból fontos számára, elsősorban a zeneszerző, hiszen Szergej Rachmaninov nem csak a kedvenc alkotója, hanem ahogy megtudtam, a család egyik tagja, valamelyik vonalon, nem tudom pontosan melyik vonalon, de felmenői közé tartozik, a művésznő felmenői közé tartozik Szergej Rachmaninov, úgyhogy már csak ezért is szívvel, lélekkel játssza a műveit. Meg azt is elmesélte ezt a szünetben, majd az interjúban is hallhatják, hogy nagyon jól passzolnak hozzá érzése szerint Rachmaninov művei. És arról is beszélgetünk majd az interjúban a szünetben, hogy az a bizonyos All by Myself című popdal, amelyet nagyon sokan ismernek, híressítette a zongora verseny második tételének egy dallamát, és Olga Kern válaszol majd arra a kérdésre is, hogy kell-e egyáltalán azzal foglalkozni egy előadónak, hogy sokan inkább a könnyű zenéből ismerik ezt a dalt és dallamot, és talán, mondjuk azt, hogy talán utána meghallgatják a zongora versenyben is. Ő persze azt mondta, hogy ezzel egyáltalán nem kell foglalkozni, de azért mégiscsak érdekesség, hogy a popdal megjelenése után Rachmaninov jogutódjai bizony jelentkeztek, és tájékoztatták az első feldolgozás szerzőjét, Eric Carment, hogy a zongora verseny nem használható fel szabadon, úgyhogy az énekes 12%-ot fizetett a dal jogdíjaiból a Rachmaninov családnak. Egy rendkívül igényes versenyműről van szó, energikus és páratlan technikai tudású előadók számára készült. 1900-901 fordulóján írta Rachmaninov, és természetesen a szólót saját magának, a saját képességeihez szabta, játszotta ő is a interneten meg is található a csodálatos felvétel az ő szólójával. Szóval fel kell nőni a feladathoz. Az egyik legnépszerűbb művéről van szó, dallamos, zenei nyelvezete választékos, kiváló a hangszerelése, és hát nem utolsó sorban csillogó a zongora szólama, és ennek hallatán talán a hallgatók nem is gyanítják, hogy a szólistának valójában milyen irgalmatlanul nehéz technikai feladattal kell megküzdenie, amíg eljut a könnyed természetességnek arra a fokára, amivel a légtornászok szokták a nézőiket elkápráztatni. Erről Olga Kern is mesélt, hogy bizony az az első lépés Rachmaninov esetében, hogy meg kell tanulni azokat a technikai nehézségeket, amikkel szembeállítja a zeneszerző a zongoraművészt, és utána, amikor mindez megvan, utána tényleg el lehet érni arra a szintre, amikor már olyan könnyedséggel játsza valaki ezeket a darabokat, hogy szinte nem is halljuk, hogy valójában rendkívüli nehézségű művekről van szó. És hát ugye ott volt a Van Cliburn zongora verseny 2001-ben, amely már a második volt egyébként Olga Kern életében, néhány évvel korábban is elindult a versenyen, akkor még nem jutott a második fordulóba, de néhány év alatt annyira fejlődött, hogy bizony 2001-ben megosztva ugyan, de megnyerte a megmérettetést, és akkor is Rachmaninov versenyművet játszott, a harmadik zongora versennyel nyert végül is, úgyhogy ez még egy pont, amiért nagyon fontosak számára ezek a művek.
És hogyha a magas szintű virtuózitásról beszélünk, ami ugye megjelenik Rachmaninov tulajdonképpen mindegyik zongora versenyében, de a másodikban aztán igazán, akkor megint csak kapcsolódhatunk az előző műzeneszerzőjéhez és a zongora verseny névadójához, Liszt Ferenchez. Nem véletlenül, hiszen Liszthez hasonlóan Rachmaninov is a maga korának egyik legnagyobb zongora művésze volt. Jellemző az is, hogy szigorú zongoratanára Nikolaj Zverev, aki egyértelműen előadói pályára szánta Rachmaninovot, 3 éven át szóba sem állt vele, amikor kiderült, hogy határozott zeneszerzői ambícióiról bizony nem lehet őt lebeszélni. És azt is sokan tudják, hogy a második zongora verseny a zeneszerző életének igen nehéz periódusát követően keletkezett. Ugye első szimfóniája 1897-ben egyértelműen bukás volt, és ez a fiatal zeneszerzőt tönkretette, annyira megviselte, hogy 3 éven át képtelen volt komolyabb művet komponálni. Más területeken persze sikeres volt, hiszen ekkoriban kezdődött karmesteri pályája, elindult zongoraművészi külföldi karrierje, debütált Londonban, aztán a Filharmoniai Társaság meghívására játszotta volna ott is a második zongora versenyt, csak hát kiderült, hogy még el sem kezdte írni, úgyhogy így nehéz volt megszervezni a koncertet. És a rokonai tanácsára ekkor kereste fel egy hipnózisra specializálódott orvos ismerőst, dr. Nikolaj Dalt, aki aztán valószínűleg segített neki tényleg, mert hogy a második zongora versenyt is neki ajánlotta köszönetképpen. Időközben színpadra ült a Koncerto Budapest, és helyén van a zongora, úgyhogy nagy valószínűséggel hamarosan tapsol a közönség, és színpadra lép Olga Kern, orosz születésű, Amerikában élő zongoraművész, aki a Koncerto Budapest együttműködésével és Keller András vezényletével Szergej Rachmaninov második c-moll zongora versenyét játsza, ez az Opus 18-as darab, és Olga Kern gyönyörű, mély bordó ruhában már színpadon is van. Hallgassuk Rachmaninov zenéjét.
Thank you.
Thank you.
Ahogy hallják, hatalmas sikerrel ünnepli a közönség, hatalmas tapsviharral ünnepli a közönség a Zeneakadémia nagytermében. Olga Kern zongora művésznőt, aki Szergej Rachmaninov második C-moll zongora versenyét játszotta a Koncertó Budapest zenekarral, Keller András vezényletével, és hát itt pont ezt idéztük meg, hogy elképesztően sok hang van ebben a darabban, és szinte nem is ütött félre, vagy talán nem is ütött félre a művésznő, pedig hát egyáltalán nem lenne csoda, hiszen egy koncerten bármi megtörténhet, de olyan koncentráltan játszott, hogy igazából fel sem merült, hogy egy idegen hang belekeveredhet ebbe az előadásba. Rachmaninov második C-moll zongora versenye volt ez, és ahogy mondtam, nagyon közel áll Rachmaninov teljes életműve Olga Kern szívéhez. Figyelek nagyon megkészült ráadásokkal is, de egyelőre még azt gondolom, hogy igen, most azt kéri, hogy a zenekart is ünnepelje a közönség, úgyhogy a szólistákat majd a teljes együttest állítja fel Keller András karmester. Szóval nagyon közel áll hozzá Rachmaninov teljes művészete, nem csak a versenyművek, hanem a szóló darabok is. Azt mondta, ezt is hallják majd az interjúban, hogy barátai szerint neki túl nagy keze van, de hát véleménye szerint ez a Rachmaninov művekhez éppen, hogy nagyon megfelelő. Ugye Rachmaninov az egyik legmagasabb zeneszerző előadó művész volt, van egy ilyen táblázat is az interneten fellelhető, ami egymás mellé állítják a zeneszerzőket, és azt hiszem, hogy Rachmaninov a legmagasabb, ő áll jobb szélen. Szóval Olga Kern jön ismét a színpadra, nem akarok nagyon mesélni a darabról, mert hirtelen leülhet és zongorázhat, de azért talán annyi még belefér. Nem, most leül és játszik. Talán hallatszott Olga Kern hangján is, de Szergej Prokofjev Opusz 2-es sorozatának negyedik C-moll etüdjét játszotta, úgyhogy még egy kicsit fokozta a hangulatot. Van még, amivel készült, meglátjuk majd, hogy végül hogyan dönt, hány ráadás számot játszik el a budapesti közönségnek. De gyorsan térjünk vissza még a Rachmaninov darabra, ha csak nem most hirtelen megint a zongora mellé ül.
egyelőre meghajol. Nagyon szép ez a ruha egyébként, egy gyönyörű mélybordó félvállas ruhában lépett színpadra. Játszik még. Igazi mesterkúzus ez a fiatal zongoristáknak, akik a versenyen indultak, remélem mindannyian itt ülnek a nagy teremben, mert most azt is láthatták, hogy hogyan kell szórakoztatni a közönséget, még testmozgással és arccal is. Ez ugye Anatoli Jadov zenélő doboza volt, amit most Olga Kern játszott, és hát most kár, hogy rádióban hallgatják önök, és nem látták az arcát, mert eljátszotta azt a bizonyos balerinát, ugye ismerik ezeket a zenélő dobozokat, amelyeknek a tetején ott el egy ilyen balerina figura, és körbe-körbe forog. Hát nagyjából ő azt elő is adta a zongora mellett, és a végén ugye elfáradt, lejárt a zenélő doboz. Jön egy újabb ráadás.
Szóval a zenélő doboz végére ő is elfáradt, és eljátszotta, ahogy a balerina szép lassan összedől, és ő is ráfordult a saját kezeire, amint befejezte a Jadov darabot. Amit viszont az imént hallottunk tőle, ez már Scriabin egyik etüdje volt, az Opus 42-es sorozat 5. cis-moll darabja, úgyhogy valószínűleg most a kedvenc zeneszerzőinek apró ajándékait adja át a magyar közönségnek, és van még egy, most már szerintem ezt is el fogja játszani, de ezt nem is mondom előre, mert ez aztán olyan, amit mindenki fel fog ismerni. Kíváncsi vagyok, ki megye még, vagy gyorsan leül és eljátsza. De hát a közönség ünnepel, és eljátsza. Ez egy perc sem volt. Szergej Rachmaninov átiratában játszotta Olga Kern Rimszkij-Korszakov híres dongóját. Ez már csak azért is kedves ajándék, mert ugye az idei Liszt zongora verseny nem csak Liszt Ferenc emléke előtt adózik a zeneszerző születésének 210. évfordulóján, hanem Cifra György születésének 100. évfordulója előtt is, úgyhogy éppen a tegnapi fordulóban fönnakadt a ruhája a csellisták székében, de nem szakadt el. Szóval éppen a tegnapi fordulóban Cifra átirat is a kötelező darabok között volt, azt is játszaniuk kellett a fiatal zongoristáknak, úgyhogy mondhatjuk akár azt is, hogy ezzel a dongóval Olga Kern is egy picit Cifra előtt tisztelgett ezen a koncerten. Nincs több ráadás, legalábbis nem jelzett előre több ráadást a művésznő, úgyhogy lassacskán elérkezünk a szünethez, igen, most kivonul a Koncertó Budapest is. Olga Kern játszotta tehát Rachmaninov második zongora versenyét, és természetesen szünet is lesz, utána pedig a második félidőben a Koncertó Budapest előadásában Csajkovszki 6. szimfóniáját hallgathatjuk meg. A szünetben pedig két beszélgetés fültanúi lehetnek, az egyik, ahogy jeleztem, Olga Kernnel történt, amelyet egyébként Pécset vettünk föl a bazilika mellett, úgyhogy az interjúban egyszer csak majd a bazilika harangja is megszólal. Utána pedig Bolla Milán korégen beszélgetését hallgattatjuk Keller András karmesterrel. Rachmaninoff's second concerto is one of the most popular piano concertos in the world, I think. And even if somebody is far away from the classical music, knows that because of the second movement, because of this nice melody which comes back in the Céline Dion song, All by Myself. So everybody knows this concerto. What should a pianist do, or what should you do with this piece? Do you want to show something very special, very new, or you simply want to feel yourself comfortable and you want to enjoy it? You know, I must say, yes, first of all, it is like a popular music of a 20th century, beginning of the 20th century, actually. And not only at the second movement, but also a third movement was used in many pop songs in America. And actually there was one particular song of this beautiful melody in the third movement, which called Empty Moon or something like that. And it was super popular, more popular than Celine Dion's song later on. So that was the first. So it is a very popular music. And for us, of course, nowadays, because everyone knows this concerto, you think, what can you do with this music? But, you know, I think it's so personal because it's so popular and you just want to
be natural in this music. For me, Rachmaninoff in general, it's a very comfortable composer, first of all, because he was an incredible genius pianist. And everything what he wrote is so comfortable to play for the pianist. It's a piano is a kind of like a voice, because we are singing. When Rachmaninoff is writing something for the piano, we are singers. And for me, this is the most important, like you said, Céline Dion, I am singing as a Céline Dion, but it's a piano singing, and it must be natural. So a third movement also, because of that song, you must sing. In the first movement, there are so many beautiful melodies. So you must be just hands of a voice. You know, it's not just a piano, which is an incredible instrument by itself. And it has a lot of things in it, not just strings or percussion, which is a piano, which is a percussion instrument. It has everything. It has a pedal. It has a soul. It has a huge body. It's like an orchestra itself. So that's why I always loved piano, and I think Rachmaninoff captured this instrument in the way that it sounds like an orchestra. And when you do something like his second piano concerto, it sounds very personal and very natural. For me, I don't really do anything. I am just a hands of this genius composer and a genius pianist, and I'm enjoying, and I'm just playing how I feel it. And I'm singing, of course. You said it's comfortable to play Rachmaninoff, but also this concerto and other pieces of Rachmaninoff are very virtuoso, very challenging. Isn't it? I have a good hands, very comfortable hands. Some of my friends saying it's a big hands, but actually for my proportional body, I think it's a normal hands, and it's very comfortable for me to play whatever he's writing, because yes, he's writing a lot of chords and a lot of big, octaves, and not just a small technique, but also a big, how we say in the piano world, a big technique, which involves a lot of chords and octaves. And the same is the Liszt. You know, if you really want to play this music well, you need to have a comfortable hand. And I really am thankful that I have this, because for me it's a joy and a pleasure to play this kind of music. I don't think about technical difficulties. I think about making music. And technical difficulties, because I already know what to do with this, this is helping me to produce a better sound, to make a different interpretation, something, the ideas which I think will make this music even better. So for me, it's really comfortable. So I know sometimes it is challenging and difficult, but it's fun and exciting. And at the same time, I know that you learn, every time you play this music, you learn something new. Because every time for us, for the pianists specifically, the instrument is always new. Every time you come, it's a new instrument. We don't know what is expecting us, and every time we can make something different. Sometimes sound is a little bit darker on the piano, sometimes it's a little bit brighter, but every time, for me, it must be warm. Because it's like a voice. We must talk to the audience, we must sing to the audience over this beautiful instrument. So it must be always warm. So for me, that's the actually challenge, because the piano, as we said already, it's a percussion instrument and we need to make it sing. So that's the most actually important for me. And because we sing, it's always personal. How do you find your way to an orchestra with which you are playing for the very first time? It's always kind of exciting to come and rehearse for the first time with the orchestra, because you don't know what to expect. But because I know every time, I already, with my experience and I learned over the years, that it's very important to have your own idea
very strong idea what you have when you have in mind of what you expect to hear as a soloist and how the orchestra of 80 people supposed to sound with you. So when I have that strong idea, actually to rehearse is my favorite time, because then we can find with the conductor and the orchestra together, we can find different nuances, different elements and effects that every time is different, because every orchestra is different. And this is what is the most exciting. When I'm playing solo, it's a different thing. It's just about me and the piano and, of course, acoustic. Here is me, piano, acoustic, orchestra and maestro, the conductor. So everything together is really so exciting, and it gives so much energy, and it produces this energy to the public. So we are all experiencing this incredible music making in that exact maybe 40-45 minutes of music, exactly that time in that hall. So it's completely priceless for me. It's very special. But you came to Hungary not just for these two concerts, but also to judge the young pianists. What do you expect from them in the competition? For me, I think I judge a lot of competitions, and I have my own competition in US. I love to help young pianists, and for me, to really discover someone special is when someone is actually talking to me the way it's, first of all, very natural, second of all, it's singing and warm. And everything what this particular pianist is doing is completely fine with me. I say yes to it, even if it's totally different interpretation for me, but it needs to be convincing me 100%, maybe 200%, that this is the right thing. And sometimes I am completely amazed by a young talent, and it's inspiring me in some ways, because this young, naive sometimes, a talent and a performance is giving such a more excitement than when you hear this piece many times by someone who is already playing this piece many times, So for me, this is the most important, something new. And of course, singing. That's the most important in the piano. Ismét köszöntöm hallgatóinkat a Zeneakadémia nagy terméből, ahol a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny részeként a Concerto Budapest hangversenyét hallgathatjuk, amelynek első részében Liszt két epizód Léna a Faustjából című műve után Rachmaninov második c-moll zongora versenye szólalt meg a verseny egyik zsűri tagja Olga Kern előadásában. És most a folytatásban Csajkovszki zenéje következik, a 6. patetikus szimfóniát vezényli a zenekara élén Keller András karmester.
Thank you.
Kedves hallgatóink, Csajkovszki 6. patetikus szimfóniájával ér véget a mai este a Koncertó Budapest hangversenyén Keller András vezényelt, és ugye az első részben Liszt Ferenc két epizód Lénao Faustjából című műve után Rachmaninov második C-moll zongora versenyét a kiváló orosz születésű Amerikában élő zongoraművész Olga Kern játszotta. És ezzel ér véget a Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny kiegészítő eseménye, a Koncertó Budapest hangversenye, amelyet a Zeneakadémia nagyterméből közvetítettünk. Ha a folytatásra, a verseny folytatására is kíváncsiak, holnap este 7 órától itt a Zeneakadémia nagytermében a Hámol szonátával folytatódik a elődöntő. Ebben a fordulóban minden ifjú versenyző ezt a kiváló Liszt művet játssza. Én pedig a program végén a stáb nevében technikai munkatársunk Rudolf Endre, a hangmérnök Lakatos Gergely, a Bartók Rádió hangmérnöke Mátyus Otto, a zenei rendező Bárány Gusztáv, a gyártásvezető Heiszler Gábor, a szerkesztő munkatársa Nyilas Tamás és a szerkesztő Miklósi András nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. A folytatásban visszaadjuk a stúdiónak a hangot és az Ars Nova című műsorunkkal folytatódik az esti program. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Minden jót kívánunk, aztán jó éjszakát, Bece Szilviát hallották.